A világ megérkezett Szabadkára, benépesült az Etnopolis. Az Aranykapu játszóházban szombaton a Zentai Szent Longinus középkori hagyományőrző egyesület tartott bemutatót. A gyerekek itt töltötték az egész délutánt. Lehet pecázni, most éppen víz nélkül, de úgy is jó. Meg lehet például ijeszkodni. Én nekem nagyon tetszik. Páncélt lehet fölhúzni. Délután a Matyó Népművészeti Egyesület Hungarikumnak számító alkotásaiból nyílt kiállítás a Városi Múzeum emléktárgyboltjában. A tálaton Guba Zoltán, a Magyarországi Földművelési Minisztérium Hungarikum főosztályának vezetője és Maglai Jenő, Szabadka polgármestere is felszólalt. A Matyó hímzés mintegy 200 éves múltra tekint vissza, és 2012-ben Magyarország felterjesztés alapján felvették az UNESCO az emberiség szellemi, kulturális örökségének reprezentatív listájára. 2013 óta a Hungarikumok gyűjteményében is szerepel. A Matyó népművészeti kiállítást Raj Rozália hímző és viseletkészítő oktató nyitotta meg. A borutcát és a kirakodóvásárt elásztotta a késő délutáni eső. Az évente visszatérő látogatókat azonban ez sem riasztotta el. Minden évben eljövünk azért, mert nyugdíjasok vagyunk, és minden érdekül bennünket. Az InterEtno Fesztivál augusztus 26-áig várja Szabadka központjában látogatókat.